A szakképesítés szerző osztályok között voltak, akik már egyszer tűztek szalagot, de most is szívesen készültek a második szalagavatójukra a Trefort Ágoston szakgimnázium és szakközépiskolában. Mások, mint például a szakközépiskolai tanulók, boltjeladók, szakácsok, pincérek, szerszámkészítők először álltak osztályfőnökeik előtt, várva az iskola nevével hímzett szalagra. A kevésbé rutinos új szalagtűzőknek kellett hát az osztályfőnöki segítség, akik ötleteikkel, bátorítással támogatták diákjaikat. Mi már nyáron elkezdtünk készülni, táncvideókat küldtek a gyerekek, hogy mi az, amit ők gondolnak. Kiválasztottunk először egy táncot, utána lett még egy tánc, utána lett egy olyan, ami jelenetek is vannak, és itt maradtunk néha délután, akkor jött hozzánk a művészeti iskolából, a Bokrétából tánctanár, és ő gyakorolt velük itt az iskolába, szünetben is gyakoroltunk, és így összefogtam a dolgokat, és reméljük, hogy tényleg felkészültünk. Az ünnepség előtt természetesen izgultak a fiúk és a lányok, hiszen ezzel a műsorral elsősorban szüleiknek, tanáraiknak bizonyítanak arról, hogy a felnőtt élet első kapujában állva egy műsor megtervezése nem kihívás számukra. És ha már a műsor egyben a búcsúzást is jelenti az iskolától, szóba kerül a hogyan tovább kérdése is, ami a szakközépiskolai tanulók számára több utat is jelenthet. Akik visszajönnek érettségére, vannak, akik egyből dolgozni állnak be, vagy pedig mennek tovább Sárospatakra az üzletvezetői tanfolyamra. A Trefort Ágoston szakgimnázium és szakközépiskolában a jó tanuló, szorgalmas diákoknak mindig felajánlják a továbbtanulás lehetőségét. A szakmát szerző osztályokban az érettségit adó képzéseket, a szakgimnazistáknak pedig a szakképesítés nyújtó szakmákat.